Ha lassacskán mindenki elfoglalta a helyét, akkor folytatjuk a konferenciát. Ezúttal egy kerekasztal beszélgetéssel az előadások után, és nagyon örülök, hogy négy olyan szövetség képviselő is elfogadták a meghívásunkat, ugye a labdarúgás mellett, akiknek egy picit talán az elmúlt időszaka a futballhoz képest küzdelmesebb volt. Sokkal inkább meg kellett küzdeniük azért néhány évvel ezelőtt, hogy bekerüljenek a televíziós társaságok kínálatába. Ugye a Héder Barnától hallhattuk azt, hogy mennyire nehéz volt a magyar sport helyzete a televíziós csatornákon, és mennyire más volt a hozzáállás, mint mostanában. Hogy mennyire változott ez a helyzet, arról majd itt hamarosan néhány szót váltunk. Hadd mutassam be a kerekasztal beszélgetés résztvevőit. Schmidt Gábor, a Magyar Kajakkenu Szövetség főtitkára. Jobbulást kívánunk a síbaleset után. Balai Attila, a Magyar Kézilabda Szövetség kommunikációs igazgatója, Kovács Zoltán, a Magyar Jégkorong Szövetség főtitkára, és Nemcsik Balázs, a Magyar Vízilabda Szövetség főtitkára, aki a legmosolygósabb lehet a csapat sportága közül most, hiszen már kvótával rendelkezik a női válogatott. De kezdjük tényleg onnan, ami néhány évvel ezelőtt jellemző volt a magyar sportra, hogy nagyon-nagyon nehéz volt bekerülni a televíziós kínálatba. Mennyire változott ez a helyzet, Balázs, kezdte kérlek? A mi életünkben nagyot változott, mert ugye emlékezhetnek a kedves hallgatók, hogy a Digisporton voltunk az elmúlt években. Egyébként én 12-ben érkeztem a Vízilabda Szövetséghez, amikor épp aktuális volt az, hogy értékesítsük a televíziós jogainkat, és hát azt tapasztaltam, ez volt az első élményem gyakorlatilag, hogy nem volt túlzottan nagy a lelkesedés az iránt, hogy az OB1-es mérkőzéseket és a válogatott mérkőzéseket is közvetítse egy televíziós társaság. A Digisport volt az, amely ezt vállalta, mert ők fontosnak tartották a magyar sportnak ezt a szegmensét, és nagyon-nagyon-nagyon jó minőségben, lelkesen, odaadóan dolgoztak évekig a vízilabda sportákban. Egy gond ugye folyamatosan kísért bennünket, az, hogy nem országosan lefedett csatornáról volt szó, amiről ők kevésbé tehetnek, és amikor az M4 csatorna elindult, akkor az a lehetőségünk megvolt, hogy válthattunk televíziós partnert, és így most nagy szerencsénknek mondhatjuk, hogy most már a televízióban, tehát az országos tévében tudunk hétről hétre szerepelni, OB1-es bajnoki mérkőzésekkel és válogatott eseményekkel. Mi a helyzet a jégkorong kapcsán ezzel kapcsolatban? Milyen stratégiát, irányt követett a szövetség akkor, amikor látta, hogy csak úgy a televíziós társaságok nem fognak adott esetben versengeni a jégkorong közvetítési jogokért? Hogyan lehetett ezt piacképesebbé tenni? Egy picit vissza a múltra. Nekem ez jutott eszembe, hogy 20 évvel ezelőtt vettünk 500 000 forintért a magyar televíziótól egy magyar-brit mérkőzésnek a közvetítését, és azért régen az nagyon sok pénz, most se kevés. És még eszembe jut egy olyan, amikor egy kanadai meccset, egy Magyarország-Kanada meccset a TV2-n szombat délben, vagy vasárnap délben szintén ilyen 1,5-2 millió forintos összegért megvásároltuk, hogy ott lehessen a meccs, hiszen a szponzorok miatt szükséges volt egy kereskedelmi televízió. Azt gondolom, hogy nagyon sokat változott a elmúlt 20 évben szerencsére a jégkorong szempontból a televíziós szerződési viszonyok. A sporttelevízióval volt sokáig nagyon jó együttműködésünk. Ott annyi gondunk volt talán, hogy a liga mérkőzések érdeklődése az nem volt nagy a sporttévéről. A válogatott meccseket, minden hazai meccset közvetítettek, sőt a világbajnokság is náluk van, vagy volt is. Viszont a ligából igazából havi egy mérkőzés volt, és ezért a klubok részére szeretünk volna találni egy olyan csatornát, aki rendszeresebb közvetítéssel jelenik meg. Így találtuk meg a Digisportot. A Digisporttal is több éven keresztül nagyon jó együttműködés volt. Itt minden hétfőn jégkorong mérkőzés volt a MOL ligából, úgyhogy ez nagyjából megfelelt. Ott Digisportatán annyi volt a probléma, hogy természetesen ők nem olyan, mint az M4, hogy országos lefedettségű, és hát egy fizetős csatorna, tehát igazából a nézettség számai lehettek volna talán nagyobbak, hogyha sikerül országos lefedettséggel rendelkezni a televíziónak. És tavaly nyáron, amikor az M4 elindult, akkor nagyon örültünk annak, hogy közösen egymást megkeresve sikerült egy nagyon jó együttműködést kialakítani, hiszen most azt gondolom, hogy a legtöbb mérkőzés a M4-en van, hogyha megnézzük éves viszonylatban, hiszen minden héten legalább egy bajnoki meccs van, de valamikor kettő is, főleg a téli időszakban, amikor a fociban szünet van, és természetesen minden válogatott mérkőzés is
ott van abban az időpontban, amikor mi kérjük. Most pont holnap kezdődik az olimpiai selejtező torna az arénában. Nagyon jó együttműködés van, nagyon jók a fölvezető műsorok, nagyon jók a egyéb kiegészítők, akár az M1-es csatornán is. És azt gondolom, hogy talán mondjuk pénzügyi kondíciókban vártunk volna egy picit jobb ajánlatot, de itt azért azért mindenféleképpen számunkra is egy másodlagos dolog, nagyon fontos a megjelenése a sportágnak, a rendszeres megjelenése a M4-en. Akkor, hogyha jól értem, itt két szövetség képviselőjét már meghallgatva, és most meghallgatjuk Ballai Attilát is, itt nem is elsősorban a bevételek optimalizálása, vagy növelése a szempont a sportágaknál, hanem elsősorban az, hogy minél több emberhez olyan csatornát találjon, ami által minél több emberhez eljut az adott sportág. Abszolút így van. A kézilabda esetében ez most különösen fontos, mert a kézilabda mindig jelen volt a magyar sporttelevízióban, de csak a piramis csúcsa. És a piramis csúcsa a piramis nélkül nem létezne. És a piramis csúcsa a kézilabdában az elmúlt egy évben hát döccent itt ott. Ugye az adventi készülődésnek már része hosszú évek óta az adott női kézilabda világverseny, a VB vagy az EB. Januárban mindig férfi világverseny nézhetnek a nézők. És most egyik csapatunk se jutott ki az olimpiára, decemberben a lányok, januárban a fiúk. Sőt, tavaly tavasszal a női kézben a bajnokok négyes döntője Budapesten magyar résztvevő nélkül zajlott. Tehát ha csak ezt látná a televízióban a sportkedvelő és a néző, akkor nem látná a kézilabda piramist, ami egyébként ugyanolyan erős, mint egy évvel ezelőtt volt. De nagyon nagy szerencsénkre a lehető legjobbkor jött a sportcsatorna és az M4, mert meggyőződésem például, hogy a világon a legjobb vetélkedés női kézilabdában a bajnoki harmadik és a hetedik helyezett között magyar országon van. És ezt most már lehet látni. Elképesztő erejű csapatok vannak, és hogyha még nem is olyan elképesztő erőek, de azonos erőek, az is szenzációs mérkőzés lehet. Mindig azt mondom, hogy ha van két 49 másodperces úszó, szenzációs versenyt produkál. Ha van két 59 másodperces, az is. Az a rossz, hogy 49-est egy 59-essel úszhatnak együtt. Most régen tipikusan ilyen volt a sportközvetítés, hogy valakivel játszik a Veszprém és agyonveri. Valakivel játszik a Győr és agyonveri. Most nem így van, most vannak a top csapataink, és vannak a közép csapataink, nagyon jó meccseket játszanak. Ezek a meccsek mindenkihez eljutnak, éppen ezért a konkrét, a közvetítésekből származó, közvetítési jogokból származó bevételeken túl a közvetett, az áttételes haszon is óriási. Erről majd lehet, hogy később beszélünk, de nyilván egészen más a megjelenési lehetőségük a kluboknak. Kicsit speciális a kajakkenu sport abból a szempontból, hogy ugye itt nagy, hosszú távú keretszerződésekről van szó az adott labdajátékok, csapatsportágak esetében. A kajakkenunál pedig egy-egy adott eseményre szerződik a szövetség nyilván egy tévétársasággal. Ott mi a stratégia, mi a megfelelő út ilyenkor? Nálunk ugye két dologban is áttörést kellett elérni az elmúlt időszakban, egyik a jelenlét, a másik pedig a közvetítés minőségének jelentős javulása, ami azért az új közvetítési technikákkal, az új kamera rendszerekkel már megoldható volt. Egyébként ebben Magyarország úttörő is volt, a 2006-os és 2011-es hazai rendezésű VB-n jöttek be a sportágba, össze azok a technikák, amelyeket már egyébként más sportágok azért használtak, itt a Flycam, GoCam és egyéb olyan rendszerekre gondolok, illetve tavaly a maraton világbajnokságon szintén elsőként a sportágban mi már használtunk ilyen helikopteres követésű rendszereket is, ezeket a kis rendszereket. Tehát ebben kellett egyrészt egy áttörést elérni, hogy egyáltalán legyen kereslet a kajakkenu iránt, és igazán élvezhetőek legyenek ezek a közvetítések. Én azért azt hiszem, hogy ez ma már egyértelműen így van. Ez a szövetség London után egy jó szerződést tudott kötni az Eurosporttal, és így most már nem csak az Európa-bajnokság és a világbajnokság, hanem a világkupák is elérhetők a nézők számára. Tehát elindult egy ilyen versenysorozat, én mindig azt irigylem a labdajáték szövetségektől, hogy hát minden héten van egy esemény, minden héten lehet valamire odafigyelni, tehát ez a mi sportunkban nagyon hiányzott, ebben most van egy új út. És azt gondolom, hogy itthon nekünk egyértelmű áttörést a tavalyi év hozott az M4 elindulásával, hiszen végre jelentősebb közvetítési időben a kajakkenu ott tudott lenni, és tényleg csak dicsérni tudom az ott lévők munkáját, hogy nagyon színvonalas közvetítések és nagyon színvonalas műsorok jöttek létre, mert itt mindig az is fontos szerintem, hogy nem csak az adott küzdelmet megmutatni, hanem a hátterét, a sok más olyan összetevőt, ami miatt ez az egész dolog érdekes lesz. És hát mi is abban reménykedünk, hogy ezután egy picit anyagilag is ez jobban visszafordítható lesz a sportág szempontjából. Köszönöm, átadom a kollégáknak, akik ebben érintettek. Egyébként maga a csatorna is kajakkenu közvetítéssel indult, hiszen az első nap a kajakkenu olimpiai válogatót közvetítettük annak idején, amikor indult a csatorna. De kanyarodjunk egy picit vissza a bevételekhez.
hiszen persze nagyon fontos, hogy eljusson az emberekhez, hogy minél több gyerek lássa ezeket a sportágakat, de mérhető bevétele ezekből a közvetítési jogokból van-e már a szövetségeknek, vagy erre még várni kell, és elsősorban még mindig ott tartunk, hogy a szövetségeknek jó, hogy bent vannak ezekben a kínálatokban, itt ezeken a sportcsatornákon, Attila. Hát a kézilabda szövetségnek van egy érvényes szerződése, amely erre a szezonra, 2015-16-os szezonra 110 millió forintot jelent, ami önmagában természetesen egy szép pénz egyrészt, másrészt nyilván a sportág egészét nem váltaná meg. De ezen túl nem véletlen, hogy a kézilabda szövetség ilyen szerződést tudott kötni most a Szerencsejáték ZRT-vel, amely most minden kétséget komolyan szeretnék eloszlatni, nem állami vállalatként, hanem a tárgyalások során abszolút önálló piaci szereplőként, még egy kicsit én személy szerint csodálkoztam is, vett részt ezeken a megbeszéléseken, nagyon keményen tárgyalt, nem véletlen, hogy augusztusban kezdődtek az egyeztetések, és december 23-án sikerült eredményt hirdetni. Szerintem mindkét fél számára nagyon kedvező eredményt, több mint 3 milliárd forintot lehetett a klubok között, természetesen nem a közvetítések miatt, hanem a klubok marketing jogainak, reklám jogainak egy jelentős részét bedobták a közösbe. A kézilabda szövetség gyakorlatilag úgy viselkedett ebben a tekintetben, mint egy ügynökség, ha úgy tetszik, mint egy média ügynökség, és azt mondta, hogy én egészében ezeket a jogokat sokkal inkább tudom értékesíteni, mint hogyha egyesével szaladgálnak a klubok mindenféle szponzorhoz. Minden esetlegessé válik akkor. Így viszont, ha egy klubnak van egy messzponzora, ha van egy padlómatricája, ha van egy LED-fala, és tudja, hogy oda fog kerülni a televízió képernyőjére, mert oda fog kerülni évente legalább egy-két alkalommal, akkor egészen más a tárgyalási és az alkupozíciója, és hogyha ezek a jogok egy csomagba belekerülnek, és a kézilabda szövetség árulja ezeket, akkor ebből kijöhet olyan üzlet. Tehát ez a két lépcső nagyon fontos volt. Egyrészt Hogy valóban azt tudjuk ígérni, hogy ebben a csomagban komoly tartalom van, mert rengeteg közvetítés lesz benne, másrészt pedig, hogy ezt a csomagot közösen együtt tudjuk továbbadni, árulni. És ez minden esetlegességet is kiküszöböl egyébként, hogy a kézilabda szövetség a csatorna, mert eddig, hogyha most egy szélsőséges példával élek, volt egy állami vállalat, amely gondolt, hogy a sport rádoz valamennyi pénzt, de az állami vállalat vezetőjének adott esetben persze ilyen nincsen, de érdemes szélsőségbe gondolkodni, szerintem az mindig jobban mutatja a helyzet fonákságait. Ha most kitalálta volna neki a Kiel a kedvenc csapat és a Kiel szponzorája, akkor egy magyar állami vállalat szponzorálhatta volna a Veszprémnek a fő riválisát. Ilyen most nincsen. Ezeket a vadhajtásokat mindenképpen kiküszöböljük. Úgyhogy azt gondolom összességében, hogy ez a rendszer, ez a konstelláció nagyon kedvező, így mind a szövetség, mind a sportág, mind a klubok számára. A jégkorong és a vízilabda sport is elsősorban az egyéb bevételekből és az egyéb források bővülését től várja azt a fajta befektetést, amiben mondjuk egy ilyen sportcsatornával való szerződés jelent? Mindenféleképpen azt gondolom, hogy ahogy említettem, azért a jogdíj azért az egy elég kis része a bevételeknek, tehát itt a kézilabda szövetségnél hangzott konkrét szám is, hát annak a sokadik töredéke, amit a jégkorong szövetsége a szerződés szerint kaphat a éves közvetítési jogokért, de nem is ez a fontos elsősorban, hanem az, hogy ami a szponzornak fontos, hogy egy, például itt van ez az olimpiai sejtező, ami a hétvégén az arénában lesz, a MOL, aki a fő támogatója ennek a rendezvénynek, borzasztó fontos volt, hogy egy olyan televízió legyen a közvetítés, amely élőben mindenhol elérhető módon közvetít, és nem beszélve még azt gondolom, hogy ez a brandingelés, ami megvan a stúdióban, megvan a mérkőzés alatt is jól láthatóak legyenek. Tehát a szponzornak nagyon fontos ez, és tulajdonképpen azt gondolom, hogy itt jön az igazi bevétel a együttműködésnek a benefitje, hogy tudunk olyan szponzorokkal kötni szerződést, akik esetleg azért adnak többet, vagy azért szerződnek egyáltalán, mert az M4-jel van szerződésünk, és lehet, hogyha ez a digisporttal lenne, vagy a sportéve, akkor valószínűleg sokkal alacsonyabb összeg lenne az a támogatási összeg, amit, vagy a szponzorációs összeg, amiről szerződünk. Balázs, nálatok ez hogy van? Nálunk is az a helyzet, ami a jégkorongban, hogy érzékelhető bevétele a televíziós jogdíjaknak, vagy ennek díja nincsen, és nem is ebből tartjuk fönn természetesen a sportágat, vagy a szövetséget. Viszont még egyel tovább mennék, nem is annyira a szponzorok érdeke az, hogy sokan lássák, nem elsősorban a szponzorok érdeke. Érdekes módon a szponzoraink az elmúlt 4 évben folyamatosan kitartottak a vízilabda szövetség mellett, annak ellenére is, hogy jóval kisebb számú nézőhöz jutottak el a közvetítéseink, akár az OB1-es mérkőzések, akár a válogatott mérkőzések. Ugyanis a
A sportágnak volt egy atmoszférája, egy image, amiben szeretnek és szerettek volna a támogatók folyamatosan osztozni. Ami nekünk fontos abban, hogy ez most egy országos lefedettségű csatorna, és a visszaigazolások alapján jók a nézettségi adataink. Tehát ami ebben nekünk fontos az az, hogy nekünk van egy nagyon fontos célkitűzésünk, hogy szeretnénk a sportágat maximálisan népszerűsíteni. Azt szeretnénk, hogyha minél több gyerek, akinek csak lehetősége van, mert uszoda közelében lakik, az elkezdené a sportágat, tehát vízilabdázna. Szeretnénk, hogyha ezt a sportág körüli imidzset tovább építenénk, ezt a lelkesedést fenntartanánk vagy növelnénk, és ennek egy nagyon jó eszköze. Nem az egyetlen eszköze, de az egyik legfontosabb eszköze a televízió. Ebben nagy segítség nekünk az MTV. És ez mérhető valamilyen módon? Bármelyik sportágban figyelik azt, hogy ha mondjuk magasabbak a nézettségi adatok, vagy több emberhez eljut, több gyerekhez eljut a sportág, akkor többen is sportolnak? Tehát van erre vonatkozó kutatás a szövetségeknél? Hát én azt gondolom, hogy ez egyértelműen látható. Szerintem Balázs meg tudom ebben erősíteni engem, hogy amikor egy vízilabda Európa-bajnokság, vagy világbajnokság, vagy akár egy Final Four verseny van, akkor mindig megnövekednek abban a sportágban azok, akik el is szeretnének kezdeni sportolni. Ezt mi egyértelműen mi is látjuk. Tehát mondjuk egy maraton VB, vagy egy szegedi VB, vagy egy bármilyen világbajnokság után, vagy Európa-bajnokság után még többen akarnak eljönni kajakozni, és csak erősíteném, amit Balázs mondott. Tehát számunkra is a még több média jelenlét, és itt nem csak a televízióra gondolok, hiszen az előző előadásban is elhangzott, hogy ugye egyre több alternatív média felület van, közösségi média, és ott is egyre erősebbek a képi tartalmak és a mozgóképi tartalmak. Ez egy nagyon fontos brandépítési eszköz a sportágak számára, hogy minél többekhez jussanak, és minél inkább azt a fajta imidzst, amit közvetíteni próbálnak, az el is jusson, és ez áttételesen érkezik vissza a szponzorációban, és akár majd közvetítési jogokban is. Hát mondjuk én ebben kicsit már a mi szempontunkból pesszimistább vagyok, nálunk maximum egy világbajnokságon érvényesíthető közvetítési jog egy közvetítés kapcsán, a hazaiaknál nem, de sokkal-sokkal nagyobb az az érték, ami ebből a sportági növekedésből, a brandépítés által utána megjelenik a kluboknál és áttételesen az egész sportágban. Számomra e tekintetben cezúra volt az 1995-ös női világbajnokság, pedig akkor még kevesebb volt a csatorna, és internet sem nagyon volt Magyarországon, de ez volt az olyan esemény, az első esemény, amikor nem sportmérkőzéseket közvetítettek a televízióban, hanem bemutatták azokat az embereket is, akik ezeket a meccseket játsszák, és megvolt az a háttérinformáció, amitől persze kellett az egy világbajnok ezüstérem is, amitől a játékosoknak, a válogatottnak és a sportágnak a népszerűsége számomra abszolút mérhető, testközelből tapasztalható módon emelkedett, hogy másnap mondjak, több válogatott játékossal abban az időben egy baráti társaságban tartoztunk. A világbajnokság előtt gond nélkül végsétálhattunk úgy a nagy körúton, hogy bárki bármit kérdezett volna. A világbajnokság után nem lehetett egy étterembe bemenni anélkül, hogy ne zuhant volna a fél étterem a játékosokra, és ne fizetett volna nekik mindenki mindent. És a klubokban is abszolút érezhető volt, hogy megnövekedett a gyerekek, a szülők hozták a gyerekeket, hogy ez egy nagyon jó sportág, gyertek ide játszani. És nem véletlen, hogy előtte nihilbe volt a női szakág éveken keresztül, aztán 96-ban olimpiai bajnoki bronzérmet nyert, a Dunafernek a csúcskorszaka következett, bement egy olyan spirálba a női kézilabdázás, ami nem is feltétlenül volt hasznos számára, mert igazi megélhetési forrás is lett. Előtte egy életforma volt, az ment kézilabdázni, ki szeretett játszani, de egy profi sportág lett belőle. Köszönhetően egy magyarországi eseménynek, ami a médiában egészen más visszhangot kapott, mint korábban bármi. Meghallgatjuk hamarosan a csatornák képviselőit is azokról a háttérműsorokról, meg háttérbeszélgetésekről, magazinokról, amik fontos részét képezik ezeknek a sportcsatornáknak, hiszen nyilván ők is maximalizálni szeretnék ezeket a jogokat, de mennyire igényli ezt egy adott sportági szakszövetség vízilabdában, jégkorongban? Mennyire igényli? Természetesen nagyon. Ettől függetlenül az elmúlt időszakban, főleg a tavalyi világbajnokság kis és sikertelenebb szereplése után elhangzott a szakvezetés részéről, hogy itt az ideje, hogy kevesebbet szerepeljenek a sportolók a televízióban, és jobban összpontosítsanak a mérkőzésekre. Azt gondolom, hogy ez egy európai gondolkodásnak megfelelő válasz volt, és egyébként sikeres, mert azért januárban úgy tűnik, hogy valóban sikerült szakmailag előre lépni. Egy amerikai sportoló vagy egy amerikai sportvezető számára ez egy érthetetlen hozzáállás, mert ott többet nyilatkoznak, mint játszanak. A szövetség ezt a fajta érdekét egy ilyen szituációban, hiszen ugye van egy futószerződés, és a televízióknak is van bizonyos igénye
interjúkra, a riportokra, azt azért nehéz lehet ilyenkor összehangolni. Nehéz, de jó partnereink vannak, és ezért mondtam, hogy nagyon fontos az, hogy kivel szerződünk, és kik azok a sportemberek, akik a másik oldalon vannak, akik ugyancsak értik azt, hogy van egy határ, ami nem szabad átlépni, bár jó lenne televíziós vagy bármilyen szempontból, de a sportszakmai része azért mindig is az első, hiszen hogyha kiváló műsorokat készítünk, de az olimpiára nem jutunk ki, vagy ott leszerepelünk, akkor azok a kiváló műsorok sem olyan jók, mint amúgy lehetnének. Tehát, hogy valahol van egy ilyen együttműködés, aminek akkor van igazán látszatja, hogyha mindenki tudja a saját munkáját végezni. Azt gondolom, hogy jó az egyensúly a kettő között, de vigyázni kell ezzel, és az elmúlt fél év ezt mutatta, hogy azért valahol a határát is meg kell szabni. Meg nagyon érdekes, hogy mondjuk ilyenkor mennyire partnerek a klubok, a játékosok abban, hogy mindez a rendszer működjön, és mennyire nehéz mondjuk adott esetben megértetni velük azt, hogy ez a sportág érdeke, még hogyha ugye napi szinten akár nem is feltétlenül profitál belőle az adott játékos vagy klub. Erre hadd mondjak egy érdekes történetet, ez kb. 6-8 éve volt, még az a Super Levent és válogatott, akik fölkerültek az A csoportba. Kaptunk egyszer egy megkeresést egy magazintól, hogy fehér nemű hirdetésbe, vagy hasonlóba kéne részt venni, vagy ilyen fotóra kéne elküldenünk, mint a 5-10 játékost. És én borzasztóan félve hívtam föl egy-két játékost, hogy vagy egyáltalán ebbe vállalkoznak, mindenki örömmel bevállalt, és egyszer csak telefonált nekem Super Levent, hogy hallom, hogy a többi 10 megy, és miért nem szóltál nekem, hogy hát én is mennék erre a fotózásra, és végül aztán a Joy magazin, mert nem tudom pontosan melyikben volt egy ilyen fehér nem bemutató hirdetés, nem hirdetés, hogy tulajdonképpen inkább ilyen újságcikk volt, de ezek a fotókat, tehát azt gondolom, hogy nálunk még a játékosoknál még nincs az, hogy most csak marketing szerződéssel és előírni, hogy most akkor ennyi részt kell venni, holott ez a partnerekkel, szponzorokkal kötő szerződésben mind benne van, hogy mi kötelesek vagyunk X számú megjelenést biztosítani és rendezvényeken ott lenni a játékosokkal. Kár, hogy a kerekasztal beszélgetések, ez nincs prezentáció, megnézhettük volna most ezeket a kiváló képeket, bár talán jobban jártunk így mégis. Mennyire partnerek a kézilabdában? Ugye most itt elmondjuk, hogy persze nagyon, nagyon szép a tévé hozzáállása, nagyon jó a szövetségek segítsége, de azért nap mint nap tapasztaljuk azt, hogy ez egy iszonyatosan küzdelmes, nehéz meló. Az, hogy ezeket az érdekeket összehangoljuk, hol tud ebben a szövetség szerepet vállalni, mennyire tudja tényleg átadni a kluboknak azt, hogy ez az ő érdekük is. A szövetségnek ebben szerepet kell vállalnia, meg is teszi a szövetség, akár úgy, hogy a mindenkori válogatott keretekhez a szövetség vezetői nem csak azért mennek, hogy protokollárisan beszélgessenek, hanem hogy felhívják a figyelmet arra, hogy ez a munkájuknak, a szerződésüknek része. Hogyha már vesztesek vagyunk, ne adj Isten, akkor mindenképpen legyünk szimpatikus vesztesek, és magyarázzuk el, mi mondjuk el, hogy miért történt így, ne adjunk teret hipotézisek. Ha már kézilabda, bocsánat, akkor egy konkrét példára hadd kérdezzek rá, ugye volt egy Dujsa Bajev interjú az egyik, sajnos egyik, nem az egyetlen vesztes mérkőzés után. Egy ilyen szituációt hogyan lehet kezelni szövetségi szinten, hogyha lehet ilyen csúnya kifejezéssel élni? Preventív jelleggel nehéz, és egyébként összességében most lehet, hogy ezzel nem leszek népszerű. Megmondom, hogy tehát amikor még a harctéri idegesség benne van a versenyzőben, meg az edzőben, akkor lehet, hogy az első másodpercben nem az lesz neki a legfontosabb, hogy megpróbáljon most úgy viselkedni, ahogy az most PC vagy eurokonform lenne. Engem kifejezetten zavar, és ezt tekintsék magán véleménynek, mert hivatalosan természetesen nem mondom, kifejezetten zavar időkérésnél az ajmikrofon, mert az időkérés az egy privát szféra. Akkor néha olyasmit kéne mondani az edzőnek, ami nem publikus, amit nem hallhat 2 millió ember, hanem esetleg be kéne gázolni 7-8 játékos lelkébe, vagy olyan ingert kéne adni, ami csak rájuk tartozik. A vegyes zóna, tehát az interjúzóna 1-2 perccel a meccs után még ugyanez a szféra. Ott még a meccsből jön ki az ember, még éppen az oroszlán szájában nagy nehezen kibújt, ott még ez előfordulhat. Az kétségtelen, hogy utána, hogyha vett egy nagy levegőt, vagy a csapattal egy rövid értékelést tartott, akkor mindenkinek a média rendelkezésére kell állnia. Különösen egy ilyen országban, ahol adott esetben sokkal fontosabb az, hogy ki mit mond és hogyan kommunikál, mint hogy hogyan tett. Én főállásban sportújságíró vagyok, ezért a közelmúltban volt egy érdekes történet. Nem mondom meg, hogy melyik csapatsportágunk, de az egyik csapatsportágunk is, a kézilabda egyik klubja iszonyatos vereséget szenvedett külföldön, és az edző nagyon jókat mondott utána. Magára vállalta a felelősséget, elmondott mindent, hogy miért történt így, és a médiában megdicsült. Én mondtam a kollégának, hogy nagyon jó srácok, de az embert nem azért fizetik elsősorban, hogy ilyen jókat mondjon, hanem hogy ne verjék bucira. Ezért is nagyon fontos egyébként, hogy tudjunk kommunikálni. Visszatérve az eredeti kérdésedre, nem csak a válogatottakhoz, a klubokhoz is részletes levélben minden klubhoz eljutottuk azt, hogy ez is a megnövekedett lehetőségeinkkel, megnövekedett felelősségek járnak, ez is a munkájuk, ez is a hivatásuk része.
mennyire telepszik rá a televíziózás, a televíziós közvetítések egy adott sporteseményre. Ugye itt hallhattunk konkrét példákat, zajmikrofon, mixzóna, hallhattuk Schmidt Gábortól azt, hogy mit próbált tenni a Kajakenu Szövetség annak érdekében, nemzetközi szinten természetesen, hogy ezek a közvetítések élvezhetővé váljanak, de mennyire sok ez már adott esetben szakmai szempontból a szövetségeknek, edzőknek, játékosoknak? Hát szerintem ez egy nehéz egyensúlyjáték. Tehát ugye egyfelől nyilvánvaló, hogyha egy sportág építkezni akar, akkor szükség van az arcokra. Az arcok pedig azok a kitűnő sportolók, akik ugye az eredményeket elérnek, akiket hát azt szeretnénk, hogyha sztárok lennének, hiszen minden sportág arra törekszik, hogy a saját egyéni teljesítményei, amit aztán valahol csapattá áll össze van, ahol egyéni teljesítmény marad, vagy azért nálunk is van csapat, tényleg ezek a sztárok is megjelenjenek. Viszont ez egy nagyon egyensúlyjáték, hogy mennyire vannak ezek a versenyzők fölkészülve arra, hogy ez mivel jár, és melyik az a pont, amikor már ebből esetleg egy picit vissza kell venni. Nyilván van a média oldaláról, és egyébként ez a szövetségnek is persze érdekük, hogy minél inkább, minél több érdekesség, minél több háttérinformáció, minél több dolog megjelenjen egy adott sportágról, és minél inkább sokszor még közvetítési szempontoknak is alárendelődjön maga a sportág, bár azért arra is láttunk az elmúlt években sok negatív példát, hogy egy pár sportág annyira meg akart felelni a közvetítésnek és a média elvárásainak, hogy a végén majdnem kisodródott az olimpiai programból, mert olyan döntéseket hozott, most direkt nem mondok sportágat, mert nem, ez nem az én tisztem, hogy aztán a végén ez ellenkező módon sült el. Tehát ez egy nagyon fontos az, hogy bizonyos szakmai alapelvek megmaradjanak. Tehát ez egy nehéz dolog. Mi is sokszor küzdünk azzal, hogy a versenyzők azok elsősorban abban gondolkoznak, hogy az adott válogatón kell csúcsformába kerülni, és utána a világbajnokságon, és nem akarnak elmenni egy világkupa versenyre. Hiába mondjuk mi azt, hogy rendkívül fontos lenne nekünk, ha már egyszer közvetíti a televízió az XY világkupát, akkor ott legyen már ott élversenyző is, és a szakmai szempontok alárendelődnek ennek. És mi is láttunk a saját sportágunkban is olyan példát, aki kicsit túlságosan sokat vállalt a médiában, és utána eltűnt a süllyesztőben, tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz játék, és itt a szövetségi vezetőknek, és elsősorban a vezetőedzőknek egyébként, akik nap mint nap együtt vannak a versenyzőknek, iszonyatos felelőssége van, mert nekik kell azért a napi szinten ezt az egyensúlyt megtalálniuk. A vízilabdázók mennyire szeretnének akkora sztárok lenni, mint amekkora sztárok valójában az emberek szemében? Ugye ők elsősorban, ahogy Schmidt Gábor is mondta, meg a többiek is, ők vízilabdázni szerettek volna. Nem feltétlenül nyilatkozgatni. Tehát, hogy mennyire lehet erre rávenni őket. Jó, hát vannak kivételek. A pólónak van egy ilyen nagyon jó image, arról szól gyakorlatilag, hogy ezek intelligens tanult fiúk, akik egyébként példaképei a szülők olyanokat szeretnének nevelni a gyerekekből, mint a vízilabdás srácok. Én szerintem ennek a képnek szeretnének megfelelni a mi sportolóink is, tehát magyarul szeretnék azt az emberközeli arcukat mutatni, amit az emberek megszerettek bennük, és mivel tényleg azért azt látjuk, hogy ez egy nagyon intelligens társaság, amelyik a válogatottban is összeállt, ezért erre minden esély megvan, hogy ők jól tudják ezt kezelni. Úgyhogy nem féltem őket, igazából nem is mi, mint szövetség szoktuk őket visszafogni, van erre nekik egy vezetőedzőjük, vagy egy szövetségi kapitányuk, aki pontosan ismeri ő maga is, mint egykori klasszis játékos azokat a csapdákat, amiben bele lehet lépni. Úgyhogy ezen egyensúlyoznak. Ők mindent megtesznek azért, hogy az emberekhez közel tudjanak kerülni, akár egy utánpótlás csapat edzésére lemenni, vagy akár egy közönségtalálkozóra, de legyen ez egy reklám megjelenés. Nagyon szépen köszönöm, bízunk akkor a további partneri kapcsolatban, és nagyon szépen köszönöm a négy szövetség képviselőinek, hogy elfogadták a meghívásunkat, és elmondták gondolataikat. Köszönjük szépen!